Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható február hónapban a szűz jegyénél, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kirakás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjétek ezt, mint egy személyes jóslást, egy havi jóslás február hónapra. A díjam 3500 forint e-mailen keresztül megrendelhető. A szűz jegyénél most egy fontos téma az igazság, vagy egy bírósági ügy. Itt lesz javulás, hiszen kiderül az igazság, és tisztázni tudjátok a dolgokat. Február 1-én új hold van. Az azt jelenti, jó, ha visszahúzódsz, elgondolkodsz valami felett, vagy meditálsz, itt célokról van szó. Gondolatokról, tervekről, hogyan tudnád elérni a céljaidat. Február 16-án teli hold van, és ez besugároz valamit. Ki vagy mi áll a középpontban, ez lesz a téma. Február 3-án Merkur bolygó megáll. Ezen a napon megállnak az események, utána Merkur bolygó előre halad, és így lesznek változások. A szűz jegyénél Merkur bolygó nagyon erős, hiszen uralkodik a szűz jegye felett. Február 4-én a Nap és Szaturnusz bolygó egy úgy nevezett konjunkcióban áll egymással, ami azt jelenti, hogy együtt hatnak. A Nap megvilágít valamit, szeretne valamit tisztázni. Szaturnusz bolygónál lehetnek még korlátozások, vagy kihat a sors útra, hiszen őrzi a kármikus témákat, tanít bennünket, és Szaturnusz bolygó az a sors bolygója. És most megtekintjük a képeket. Ezen a képen látható egy kasza. Az azt jelenti, hogy váratlanul történik valami. És itt lesz termés, megvan a siker, hiszen a Nap itt van mellette, ami a kisugárzást jelenti, a sikereket. Itt látható ez a virágcsokor, az lehet egy ajándék, egy kellemes meglepetés, egy kreatív tevékenység, vagy a nőiességed, a szépséged. Itt nyílik egy új kapu, itt kivirágzik valami. Amit a kasza még jelenthet, hogy elvág valamit, eltávolít valamit. Itt ez a koporsó jelentheti azt, hogy eddig valami úgy megállt, nem mentek előre a dolgok, és most olyan hirtelen lesz egy változás, és ez a férfi, ezen a fehér paripán azt jelenti, itt végre történik valami, lesz mozgás. Ez tényleg lehet egy férfi is, aki segít neked anyagilag, hiszen a halak jelentik a pénzt, és itt van az ajándék, de ennek a kártyának lehet egy szimbolikus jelentése is, amikor előre megy minden, különösen ami az anyagiakat, a hivatást illeti, vagy jelentheti a mozgást, a sportot, vagy autót, és mivel itt az anyagiak egy szerepet játszanak, vagy eladod az autódat, vagy veszel egy új autót, tehát itt pénzügyi dolgokról is van szó. Ez a koporsó utalhat a múltra, régi dolgokra, és az is lehet, hogy ez a férfi visszatér a múltból, amire nem számítottál, és itt lesz egy kellemes meglepetés, és ez a kulcs utal arra, hogy légy magabiztos, vagy ez a férfi olyan magabiztos, és tudja azt, hogy sikerek lesznek.
És ezzel a kulccsal kinyílik itt egy ajtó, az lehet egy lakhelyváltozás, tehát költözködés, vagy változások a környezetedben, a szomszédoknál, vagy a családban. Nem csak erre utal ez a kulcs, hanem itt van ez a horgony. Persze jelentheti azt is, hogy ebben a házban, vagy lakásban le tudsz horgonyozni. És itt van a pénz, tehát ezt tudod anyagilag is rendezni. Amit ez a horgony még jelent, ez a munka, a hivatás, vagy otthonról, vagy azt is jelentheti, hogy valamit ki szeretnél építeni, és itt megvannak a kapcsolatok, a szerződések, erre utal ez a levél. Tehát ez jelentheti a házat, jelentheti ezt a horgonyt, a munkát, a hivatást. Itt tisztázódik valami. Itt ezen a képen látható ez a kígyó, ami utal a megújulásokra, a gyógyító erőre. Lehet, hogy az a hivatásod. Ez a fa szintén a gyógyulásra utal, de jelenti a helyet is, ahol le tudsz gyökerezni, és itt gyümölcsözik valami. Visszatérve a kígyóra, ez jelenthet egy nőt is, mivel itt van mellette a gyűrű, az lehet az ő neje, vagy kapcsolatok ezzel a hölgyel, és itt lehet egy szerződésről szó, vagy valaki itt a környezetedben, vagy a családban. Ami a múltat illeti, itt voltak nehézségek, erre utal ez a hegy, és hamisságok itt a háttérben. Tehát te ezt szépen elkerülted. Amit ez a hegy és ez a köves út, azon kívül ez a torony jelent, ez az ő helyzete. Ha te egy férfi vagy, akkor rád vonatkozik, ha te egy nő vagy, akkor utal a lelki társadra. Ez a torony fogva tart, vagy jelenthet hivatalos dolgokat, bírósági ügyeket. Az ostor jelenti a nehézségeket, hiszen ez fáj. Itt ez a köves út és ez a hegy a problémákat, a háttérben itt van ez a hamisság. Ez őt érint, viszont itt lesz szerencse, hiszen megjelennek az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Tehát az egerek eltávolítják a hegyet, a ravasz rókát, a nehézségeket, a problémákat, a hamisságokat, vagy hamis kapcsolatokat, rossz döntéseket, ezt az utat, ahol a kövek megjelennek, és eltávolítják a felhőt, ami azt jelenti, hogy valami átláthatatlan köztetek. Viszont kell a bizalom. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt jelensz meg a képen. Melletted a hold azt jelenti, légy visszahúzódó. Ez a férfi jön magától. És jelenti a hold az érzelmeket, a lelki kapcsolatot, az álmokat, a vágyakat, a reményeket. Itt van a sors út, és az azt jelenti, hogy a sors utatok itt kereszteződött, és megvannak ezek a mély érzelmek, hiszen van köztetek egy kármikus kapcsolat, egy lelki kapcsolat. Ez a férfi felét tekint, és itt van mellette a szív, tehát szeret téged. A gyermekek szimbolizálnak egy új kezdetet, persze lehet egy gyermek születése is, és itt vannak a változások, és ez a négy levelű lóher jelenti akkor a szerencsét. De fontos az, hogy légy visszahúzódó, és legyen meg a hited, a bizalmad. Minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben meg van írva, és ez szerencsét hoz számodra. Jelenti az időt is, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni.
És itt van ez az új kezdet, a szerencse, azon kívül megjelenik itt a hajó, ami utal a reményekre, persze jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat is, vagy egy belső utat, egy lelki kapcsolatot kettőtök között, úgy, ahogy itt a csillagképekben ez meg van írva. Ez a kereszt utal a hitre is, arra is, hogy most ti elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Ami a jövőt illeti, itt lesz egy szép út, a kövek elmúlnak, az egerek ezt eltávolítják, és itt ki fog virágozni valami. Mire itt kialakul ez? Ez eltarthat tavaszig. Légy kicsit türelmes. És most összefoglalnám ezt. Itt hirtelen jön valami, amire te nem számíthatsz. Kiderül az igazság, lesz egy kellemes meglepetés. Ez a virágcsokor utal a te nőiességedre, szépségedre, vagy egy kreatív tevékenységre is, ami pénzt hoz neked, hiszen itt van alatta ez a kártya, a halak utalnak pénzügyi dolgokra. Itt nyílik egy új kapu számodra, ezek a lehetőségek. Ami őt illeti és foglalkoztatja a gondolataiban, ez a torony, ahol ő fogva érzi magát, mert még valami fáj a múltból. Ő kicsit zárkózott, erre utalnak a könyvek. Holott a könyvek jelenthetik a tudást, a tanulást, a továbbképzést is. Feléd tekint, szeret téged, tehát bízd meg benne, és itt van a kutya, jelenti az ő hűségét is. Ő megoldja ezeket a problémákat, de ez időbe telik, úgy, ahogy a csillagképben ez meg van írva, itt lesz egy új kezdet és szerencse, légy visszahúzódó, várj rá, mert megéri. A felhő és ez az út elmúlik, hiszen az egerek ezt eltávolítják, és akkor itt van az élet erő újra, ez a kapcsolat kettőtök között. Az lehet, hogy ez a hölgy a háttérben, ahol még megvan ez a családi kapcsolat, hogy ő miatta vannak ezek a nehézségek, és lesz nála a válás, hiszen ez a kasza és ez a torony utalhat egy vállóperre is. Itt javulni fognak a dolgok, de mire ez gyümölcsözni fog, és láthatóvá lesz, az eltarthat március hónapig, de az út, ahova ti tekintetek, az nagyon szép, nagyon jó. Itt lesznek sorsdöntő változások, ez jelenti a jövőt, itt a szerencse, az új kezdet, a szerelem, újra a szerencse, és ez a hajó lehet egy közös utazás, vagy egy közös lelki út is. És ez volt a február havi felvétel. Kívánok neked egy szép napot és egy szép február hónapot. Nagyon sok szeretettel, Dendera!